Nekem különösebben nagy bajom vagy betegségem nem volt. Kisebb kényelmetlenségek kezdtek jelentkezni az életemben, a hétköznapokban. Tehát úgy picit fáj itt, kicsit álmos vagyok, kicsit fáradt vagyok, és a többi, és a többi. És amikor ezt így megláttam az egyik kolléganőmnél, nem is megláttam, hanem a kolléganőmet láttam meg, aki nagyon jól nézett ki, és nagyon friss volt, és nagyon csinos, és nagyon tiszta volt az arca, és elmondta, hogy mi ez, akkor azonnal megszerettem volna ezt próbálni, és ez így is történt. És hát én is hasonlóképpen változtam, úgy érzem, mint ez a kolléganőm. Magyarul frissebb, komfortosabb lett az életem, frissebb vagyok, jobban érzem magam, jobban fel tudok kelni, tovább tudok fellenni. Nem fájnak a vállaim például, ami egy nagyon nagy dolog. Időnként volt ez a kis ízületi probléma, ami egészen bizonyosan a állati fehérjével kapcsolatos mérgezéssel volt összefüggésben, régebben sokat diétáztam. Ráadásul most diétáznom sem kell, mert igaz ugyan, hogy eszem állati fehérjét, de messze nem annyit, mert ez az ital, ez tulajdonképpen az ízlésemet is átformálta. Egészen egyszerű módon nem kívánom a nehéz és a komolyabb húsételeket, a könnyebb ételekesnek jól, és én is sokkal könnyebb vagyok. És amit most még észrevettem, ahogy így melegedett az idő, hogy kiválóan lehet bírni a kánikulát. Tehát egészen más az időjáráshoz való viszony ennek a fogyasztásával kapcsolatban, és mi is az, amit még elmondjak? Hát tulajdonképpen annyi, hogy könnyebbé teszi az életet. Úgyhogy igazság szerint én nagyon szívesen ajánlanám fiatalnak és idősnek egyaránt, de pláne annak, aki szeretné megőrizni az egészségét, és szeretné fenntartani a jólétét. Természetesen nyilván, ha valaki beteg, annak fokozottan tudnám ajánlani, de én azt mondom, hogy ne várjuk meg, amíg betegek leszünk.